Sziasztok, és üdvözöllek titeket itt újra a YouTube csatornámon. Hát ezer éve nem volt már YouTube videó, ami kicsit személyesebb jellegű lenne, tudom, mostanában csak edzős videó volt a csatornán, de itt a nyár remélhetőleg egy picit több időm lesz, úgyhogy szeretnék mindenképpen nektek tartalmat gyártani, ami kicsit beszélgetősebb, akár egy pár napi vlogot csinálni, úgyhogy végre itt van az első rész. Egyébként már vettem föl nem is egy videót, nem sikerült vagy befejezni, vagy az eleje nem lett jó, nem tudom, valami mindig történt, és sose sikerült befejeznem, vagy egy olyan napot választottam ki, ami tényleg aztán rohanós volt, és nem tudtam rendesen videózni nektek, vagy a kamera nem erőlt, szóval mindegy, bonyolult. Most talán én nem is látjátok, de az arcom szörnyű állapotokban van. Majd akarok erről egy külön videót csinálni, hogy mi az, amire rájöttem, hogy nem szabad ennem, és hogyha nem eszem, vagy nem iszom, akkor aztán gyönyörű szép a bőröm. Hát ezt most egy nap alatt sikerült tönkretennem, mert pesgőztünk a hétvégén, és nem jutott eszembe, hogy ja, nem elég a hotdogból kienni a virslit, de hogy a pirított hagyma is tartalmaz glutént, és nyilván tiszta pattanás lettem már egy picike pirított hagymától is. Na mindegy, erről lesz egy külön videó, hogy mik ezek az élelmiszerek, amiket ki kellett iktatnom, és miért, és milyen hatásai voltak az én szervezetemre. Nagyon nehéz a glutént kikerülni, és nehéz igazából úgy teljesen száműzni, meg olyan élelmiszerekben is benne van, amiről így nem is gondolná az ember. És hát végre 3 hónapig sikerült, vagy 4 hónapig teljesen elhagyni, kiürült a szervezetembe, és akkor most egy kis spiritot hagyma miatt újra szenvedek az blattanásokkal. Na de, a mai napot vlogolom nektek, méghozzá azért, mert nagyon izgi lesz. 5 órakor keltem, most olyan 5:30 van, elkezdtem sminkelni, ugyanis megyünk a Dunakeszi strandra, ott van egy gyönyörű szép strand, egy gyönyörű szép stéggel, oda szoktam átjárni biciklivel innen Káposztásmegyerből, és ott szoktunk befotózni, most megyünk először, de hogy gyönyörű szép, és ott fotózzuk be a Lidl-nek az új szapját, ugyanis most egy Lidl kampányban vagyok benne, és nekik fogjuk ezt a szapot befotózni. Nagyon profi egyébként, nem is gondoltam volna, hogy ehhez a szaphoz van pumpa, van, hogyha bármi történne vele, ilyen ragasztós dolgok, szóval evezőtől kezdve minden, amit el tudtok képzelni, kis táska, ami vízálló, úgyhogy erről fogunk csinálni egy képet, és hát azért ilyenkor, mert a fotóson megy dolgozni, úgyhogy most tudja róla megcsinálni ezt a képet. Úgyhogy de nem is baj, mert legalább korán elindul a nap, és hát holnap elutazunk végre nyaralni, úgyhogy majd csomó mindent el kell intéznünk, hogy utána nyugodtan tudjunk menni nyaralni. Szóval, hogyha elkészítettük ezt a képet, utána bemegyünk a Bauhausba, ugyanis alakul a kert, itt a kis teraszunk, és hát mivel elmegyünk most egy jó pár napra, akarok venni ilyen víztározókat, illetve beleültetni egy rekeszbe a kinti növényeket, hogy ne vesszen kárba, hát bízunk benne, hogy nem halnak meg addig, amíg nem vagyunk itthon. Kiderül. Igen, de azért megkérem a barátnőmet, hogy néha nézzen át rájuk, és vigyázzon rájuk, hogy ne halljanak meg a növények. Úgyhogy beugrunk a Bauhausba. Utána viszont rájöttem, hogy alig van nyári cuccom. De tényleg, nem tudom, hogy azokkal mi történt. Az is lehet, hogy a fele még valahol bőrönben van, úgyhogy tegnap este már elkezdtem gőzerővel mosni, hogy minden ruhánk megszárhatjon, mire megyünk nyaralni. Hát holnap elmegyünk, és júni 19-ig vissza se jövünk, úgyhogy igen, elég fontos, hogy ki legyen mosva minden, nyilván majd mosunk közben, de na mindegy. 3 esküvőre is megyünk, és 1 ruhám van, illetve 2. De hát jó lenne, hogyha valamit még szereznék, ugyanis görög esküvőre is megyünk, hát arról is akarok nektek vlogolni mindenképpen. Ez itt, mint egy bazilai görög lakzi, olyanba megyünk.
hajamat összefontam az este, hogy ilyen lágy hullámok legyenek bennem. Nagyon mostan, mert nem tudom, hogy ez mennyire sikerült. Megszárítottam és utána fontam be. Egész jó lett. És akkor így igazából kész is vagyok. Még egy kis bronzosítót akarok feltenni. És öltözök és el is indulok. Ezt biztos, hogy átgondoltam. Megérkeztem. Ez itt konkrétan a nyugalom szigete. Imádom. Tudnak ez is strand. Olyan hangok vannak. Itt egyébként itt bicikliztem ezen a bicikli úton, amikor felfedeztem, hogy itt ilyen ilyen gyönyörű hely. És lehet valameddig be tudtam volna jönni autóval, most ezen gondolkozok, de nem baj, nem árt egy kis edzés. Úgyhogy most itt van egy kis tég, azt megkeresem, és ott akarom fölfogni ezt a szapot, ott akarjuk befotózni. Én bármennyire is lehetetlennek tűnt, sikerült összeraknom a szapot, és még pont időben, úgyhogy van egy 20 percem. Hát ez, ami itt van, egyszerűen imádom. Arra gondoltam, hogy így elmesélem nektek így az élelmiszerrel kapcsolatos dolgokat, hogy amit reggel is ugye elkezdtem, hogyha már így ráérek, akkor miért is ne. Hát úgy képzeljétek el, hogy igazából nekem akkor jött ez az batonásos bőr, amikor ugye abbahagytam a fogamzásgátlót. És hát addig mindent elnyomott, beállította a hormonszintemet, nem volt semmi probléma. Aztán utána nyilván, amikor abbahagytam, csöstölyült a baj, és tiszta pattanás voltam. Nem segített semmi, hiába jártam klinikára, akkor az elején még nem sejtettem, hogy az élelmiszertől van. És utána, ahogy olvastam ezeknek a dolgoknak, akkor jöttem rá, hogy igen, valószínűleg ez az ár része, itt az álcsont, az álkapott csont, ez mind-mind élelmiszer, illetve hormonrendszer. Na hát, azért kellett egy év, mire erre rájöttem, és arra is, hogy hiába járok klinikáról klinikára, hiába próbálom eltüntetni a pigmentfoltokat, addig nem fogom tudni helyrehozni a bőrömet, amíg belülről nincsen rendben igazából minden. És akkor elmentem ételintolerancia vizsgálatra, oké, ott kijött a tojás, hogy azt nem ehetem. Akkor ott elhagytam a tojást, de ugyanúgy azért így hébe-hóba voltak problémák a bőrömön. Már nem annyi, de voltak. És igazából szerintem egy fél éve, amikor, ez akkor volt, mikor a Covid volt, de most jöttem rá igazán, és úgy érzem, hogy én most jöttem rá igazán, mikor elmentem a dr. Pusztai Zoltán orvoshoz, igazából én endometriózis gyanúval, hogy akkor nézzük meg a kismedencei infravizsgálattal, ilyen kameraképpel, hogy mi a helyzet. És akkor láttuk, hogy igen, van endometriózisom több helyen is, de igazából még annyira kezdetleges, hogy nem kell vele úgy igazából foglalkozni, és elkezdtük igazából a kezelést, de ez leginkább az ösztrogén dominanciám miatt kellett, mert nagyon alacsony a progeszteron szintem, és nagyon magas az ösztrogén. Ez azért rossz, mert nehezen lehet teherbe esni, akinek ilyen problémája van. Erről még így nem beszéltünk, mert nem is
nincs így baba téma, nincs próbálkozás nálunk, de hogy mondta, hogy erre, ezt nagyjából egy szintre kéne hozni, vagy legalábbis feljebb emelni a progesztront, lejjebb nyomni az ösztrogént. És akkor elkezdtük a kezelést decemberben, most jelenleg május vége van. Rengeteg. Azóta voltam ilyen kontrollvizsgálaton, és nagyon sokat javult egyébként ez a szint. Ugye nyilván kiderült, hogy mellette még inzulinrezisztenciám is van, úgyhogy ösztrogéndominancia, inzulinrezisztencia, és hát mellette ugye kiderült, hogy különböző élelmiszerekre is érzékeny vagyok, és nem csak a tojásra, hanem a gluténre is, ami nagy érvágás volt, mert igazából valahol sejtettem, hogy amiben tojás van, abban valószínűleg liszt is van, és nem tudom, nem jöttem rá soha, hogy a glutén okozhat ennyi féle problémát így a szervezetem belül. És azért hébe-hóba én ettem glutént. Nem hagytam el teljesen, nem gondoltam, hogy ez olyan hüde nagy problémát okozhatna, hogyha én nem 100%-osan tartom ezt be, úgyhogy azért így néha-néha ettem. És hát nem javult az arcom, mert tényleg mindenre gondoltam az abra, az reggeli zapkására, hogy az se jó, akkor azt is elhagytam, és már teljesen kétségbe voltam esve, mert nem értettem, hogy mi van. Főleg akkor nem, amikor elkezdtem hetente menstruálni. Akkor kicsit megijedtem, mert én jeleztem a doktor úrnak, hogy nagyon pattanásos a bőröm, és mondta, hogy igazából ezek ilyen tisztulási folyamatnak a jelei, így jön ki igazából így minden az arcomon. És akkor mondtam, hogy akkor én szeretném abba hagyni ezt a kezelést, mert én folyamatosan a képernyőn vagyok, és nem szeretnék ennyire csúnya arcbőrrel ott szerepelni, akkor ez nem ér nekem annyit. És akkor fölírt nekem egy ilyen hormontartalmú tablettát, ami kvázi nem fogamzásgátló, de hogy a progeszteron segíti beépülni. És igen, utána volt ez, hogy össze-vissza menstruáltam konkrétan hetente, és az volt a probléma, hogy olyan élelmiszert ettem, ami folyamatosan gyulladásban tartotta a bélrendszeremet. És nem csak a bélrendszert, hanem a kötőszöveteket, a combomon, az egész gyomrom vörös volt ezen az infra képen, és akkor jöttem rá, hogy hűha, itt tényleg baj, hogy én hébe-hóba beleharapok a friss meleg kenyérbe, még ha nem is napi szinten eszem, de mondjuk így hetente egyszer, vagy két hetente egyszer, azért úgy ettem valami olyan kis dolgot. És hát igen, akkor abba kellett hagynom ezt a gyógyszernek a szedését. Azt még hozzátenném, hogy olyan erős hasi görcseim voltak, hogy már a flektor sem segített nekem. Mindig a flektor volt egy ilyen mencsvár, hogyha időben bevettem a flektorport, akkor elmulasztott minden fájdalmat lényegében, és akkor így elviselhető volt úgymond a menstruáció. De most hiába vettem be a flektort, egyszerűen iszonyatosan görcsölt, és nagyon kétségbe voltam esve, mert konkrétan azt hittem, hogy így vége, meg fogok halni. És utána jobb lett, utána sokkal jobb lett, abba hagytam ugye ezt a gyógyszert. Igazából itt ugye az volt a baj, hogy gyulladásban volt a bélrendszerem, mivel nem tartottam az étrendet, és így nem tudott felszívódni rendesen ez a gyógyszer, és össze-vissza váltotta ki a hatását a szervezetemben. És utána abba hagytam, és megfogadtam, hogy oké, akkor maximálisan odafigyelek, és nem fogom ezt az élelmiszert fogyasztani. És miután sikerült elhagynom teljesen a glutént, szerintem egy 3-4 hónap kellett, mire azt éreztem, hogy tényleg semmi nincs az arcomon, konkrétan teljesen kitisztult, és elkezdett így gyógyulni, és gyönyörű szép volt. És akkor rájöttem, hogy igen, ez a glutén tojás dolog, ez tényleg komoly, és nem elég, hogy cukormentesen étkezek, ezeket is el kell hagynom. És élveztem így, hogy tudom, hogy mit okoz, így könnyebb volt elhagyni, nem volt annyira lehetetlen, és már nem kívánom egyáltalán a rupit, nem kívánom egyáltalán a friss meleg kenyeret, hogyha nagyon péksüteményt akarok enni, akkor vagy lisztet, vagy nem tudom, akkor a Lablanca lisztkeverékeket használom, illetve rizslisztet, úgyhogy már mindenre van igazából megoldás. Na hát, ismét itt vagyok, benne a hátizsákban a szap, de úgy nem volt
nehéz leengedni sem, ráéreztem. Most már sokkal könnyebb. Úgyhogy most bedobom ezt a kocsiba, és megállunk a Bauhausba, veszünk a virágoknak egy tartót. Hát igen, most nézem itt a kis paradicsompalántákat, tényleg így gyönyörű szépek. Hát az én paradicsompalántáim nem így néztek ki sajnos. Azok kicsit belilultak és nem voltak valami erősek. Úgyhogy most legszívesebben amúgy vinnék mindenből és elültetném, hogyha mire hazamegyünk a nyaralásból, már ott megszokja a kis helyét, meg szépen nőjön. Viszont félek, hogy ki fog száradni a nagy melegbe, úgyhogy inkább most nem vásárolok be, mert majd ha visszajöttünk nyaralásról, akkor megcsináljuk és elültetjük a kis palántákat. Na, végeztem is a Bauhausban, most megyek haza. Valószínűleg ezt egy másik videóban fogjátok látni, hogy hogyan csinál meg a teraszt. Úgyhogy a következő program, hogy most hazamegyek, gyorsan ezeket elültetem, közben beindítok egy mosást, már mint az állat mosunk, hogy minden megszáradjon a nyaralásra, és valamit reggelizni fogok. Utána pedig, hogyha nyitnak a boltok, akkor el is indulok nyárni, ugyanis nem nagyon van nyári ruhám, de szerintem visszajövök majd ide az Oceanhez, ugyanis itt van egy Calzedonia outlet is. Na még az a szerencse, hogy van lift, mert nem tudom, hogy ennyi mindent, hogy tudtam volna felcipelni. Imádok a teraszon reggelizni. Végre elkészült a kinti kis kanapénk is, úgyhogy ilyenkor mindig itt szoktam reggelizni. Nem nagy valami, igazából egy ilyen rögtönzött puffasztott rizs, sonka, illetve paradicsom. Van benne szénhidrát, zöldség, illetve fehérje. Bocsánat, csak közben vezetek, mert rohanok masszázsra, és már azon gondolkozok, hogy az egy órás, másfél órás masszázsomat leviszem egy órára, hogy biztosan elkészüljek mindennel. Még be kell ugranom a West Endbe, azon belül is a Parfumába, és választani a holnapi esküvőre valami kiegészítőt, illetve táskát. Valami türkizeset szeretnék, viszont cipőm az még nincs hozzá, úgyhogy nem tudom, fogalmam sincs, azt hittem, hogy találok valami jó cipőt, de nincs időm sem, most tiszta ideg vagyok, nem mindegy. Szóval másfél óra helyett most egy olyan masszíroztatok, aztán gyors beugrok a West Endbe és nézek valami cipőt, táskát. Időközben hazaértem, hát MediaMarktban nem volt már időm bemenni, és körülbelül 15 percem van, hogy induljak a Devergós meetingre. Hát nagyon rohanós, de ha minden jól megy, akkor odaérek időben. Már viszem inkább magammal az edzés cuccomat is, hogyha nem érnék haza az esti edzés előtt, akkor onnan megyek egyből edzést tartani. Leszakadt az az ég, mire végeztünk. Most pedig rohanunk tovább, és megyünk oda a Fitness 5-hoz. Hát kicsit hamarabb érünk, de óriási nagy dugó lesz meg minden. Úgyhogy nem tudom, inkább elindulunk, ez a biztos. Úgyhogy ott találkozunk egyszerűen. Ez a mai szett. Csajok, beleintegettek a napi vlogomba? Köszi! Úgyhogy hát így telik egy napom általában. Most érek haza, csinálok gyorsan egy vacsorát, és hát elkezdek összepakolni a nyaralásra. Arról pedig külön videót fogok nektek is csinálni majd. Sziasztok! Hát nem láttalak már téged 1000 éve! Téged se, ott látom a fejedet! Sziasztok! Te elbújtál! Sziasztok! Látom, szépen összenőttetek, hát nekem nem is örültél így. Na jó. Jaj, na jó.
ti aztán összenőttetek. Na hát akkor jöjjön egy gyors unboxing, hogy miket vettem ma. Várod? Ugye ez miatt indultam útnak, hogy ennek keresek táskát, aztán végül ehhez nem vettem semmit. Na és akkor ezt vettem a görög lagziba az esküvőre. Igen, azt láttam én már. Egy ilyen rucit. Egyébként majd csinálok ilyen outfit videókat, azokat a TikTok oldalamon tudjátok megnézni. Ezt a cipőt már ezer éve kinéztem a Zarába, és nem volt a saját méretem, olyan gyorsan elkapkodták, és végre most van. És ezt gondoltam ehhez is, meg a másik ruhához is fölvenni. És hát vettem még a Zarába kettő másik extra rucit. Ezeket is majd valószínűleg láthatjátok majd fölvéve rajtam. Majd egy ilyen TikTok videóban, illetve Insta képekben majd a nyaralás alatt, úgyhogy ezeket vettem, és hát a parfumba is bementem, és úgy döntöttem, hogy ehhez a cipőhöz, és ehhez a rucihoz egy ilyen kis ilyen szalmatáska, na egy ilyet fogok fölvenni. Szerintem ez tök elegáns volt, úgyhogy ezt néztem ki hozzá, és hát ilyen arany kiegészítőket, gyűrűket, nyakláncot választottam még, úgyhogy majd mindent TikTokon tudtok majd megnézni. Valamint, tehát hogyha már ennyire belelentődtem a vásárlásba, benéztem a Calzedonia outletbe is, oda menjetek be, amíg Calzedoniában ilyen 6000 forint körül vannak a fürdőruhák. Itt ilyen 3-4000 forint egy alsó, meg a felsők is kb. Annyiba vannak. Mindjárt ide kipakolok, és akkor meg tudjátok nézni. Ez az egyik ilyen kötött. Egyébként ugyanilyen kötött volt fehérben is, illetve még egy színben, azt hiszem. De azokból nem volt akkora felső, mekkora kellett volna. De viszont sárgába volt, úgyhogy egy ilyet beszereztem, illetve még ez nagyon-nagyon tetszett, ezért úgy futottam vissza. Úgyhogy ennyi lett volna a mai nap, remélem, hogy tetszett nektek, egy ilyen random vlog volt. Ennyi, most pedig pakolunk, mert holnap indulunk nyaralni! Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!